A 10 parancsolat. Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása. A 6. parancs. A katolikus számozás szerinti 6. parancsolatot a hittanórán úgy nevezzük, hogy ne paráználkodjál. Persze, ha felütjük megint a kivonulás könyvét, ott azért a 20. fejezet 13. versében egész röviden csak az áll, hogy házasságot ne törj. Tehát egy kicsit hasonló a struktúrája itt is a parancsnak, mint az 5. parancsolat esetében. Van egy egészen szigorú büntető törvény, amely a 10 parancsolatnak a kivonulás könyvében szereplő leírásában szerepel. Itt ebben a exódusbeli leírásban nincs ott a szankció, nincs ott, hogy mit érdemel az, aki házasságot tör. Viszont megtaláljuk ezt másutt a Bibliában. Megtaláljuk például a 2. törvénykönyvben, a Deuteronómiumban, ahol a 22. fejezet 22. versében halálbüntetést helyez kilátásba a házasságtörő férfira és az asszonyra is. Na most mit jelentett azonban az, hogy házasságtörés? Hát házasságtörőnek számított az a férfi, aki másnak a feleségével vagy a jegyesével folytatott viszonyt. De házasságtörőnek számított a férjes asszony is, ha bárki mással létesített kapcsolatot. Tehát látjuk, hogy nem egészen egyformán szemlélték a két felet, mindenképpen a férfi volt a vonatkozási pont. Mégsem igaz az a később néhol fölbukkant magyarázat, hogy talán itt a házasság védelmében is, vagy a 6. parancsban is elsősorban egy tulajdonvédelmi előírást kellene látnunk. Tehát, hogy csak a házas embernek a feleségét, aki már a uralma alatt áll az ókori keletnek a szokása szerint, ezt védené a törvény, mint a későbbi passzusában a 10 parancsnak szintén a tulajdonát, ne lopj. Nem erről van csupán szó. Igaz ugyan, hogy a szigorú ószövetségi előírások azok valóban elsősorban a házasságot védik. Tehát még a szexualitás teljes területére nem terjednek ki. De ha megnézzük, hogy másutt az ószövetségben milyen esetekről van szó, milyen tényeket próbál meg minősíteni a Szentírás, akkor azért sok mindennel találkozunk. Tehát a Leviták könyvének a 20. fejezetében például ott szó van arról, aki férjes nővel, más feleségével létesít kapcsolatot, de szó van arról is, aki mondjuk az apja feleségével, nevelőanyjával, menyével, anyósával, de még a bestialitásról és másfajta szexuális aberrációkról vagy kihágásokról is szó van, tehát nem csupán a házassággal kapcsolatos tényekről. Aztán van szó arról is, hogy aki a nagybátyja feleségével, vagy a testvére feleségével, illetve a testvérének a volt feleségével létesít kapcsolatot, azt is szigorúan büntették. Tehát látjuk azt, hogy azért a családnak az egészét próbálták ezek a szigorú előírások védelemben részesíteni. Igaz az is, hogy megint a büntetésnek a súlyossága, az, hogy halálbüntetésről beszél, ez azért Krisztus korára már a rabbinikus magyarázat következtében is árnyaltabb volt. Tehát emlékszünk arra az esetre, amikor Jézus elé viszik az asszonyt, mert meg akarják kövezni, azt mondják, hogy házasságtörésen érték. Tehát nincs szükség, mondják arra, hogy külön valamiféle pert vagy bizonyítási eljárást folytassanak le, mert tetten érték. És akkor miért provokálja ez a helyzet Jézust? Ugye provokációról van szó itt is. Azért, mert halálos ítéletet akkor nem lett volna szabad végrehajtani a római hatóságok nélkül. Éppen ezért, ha Jézus azt mondja, hogy meg kell kövezni, mert az van megírva a Leviták könyvében, hát akkor bizony a hatósággal hozhatják összeütközésbe. Ha azt mondja, hogy nem kell megbüntetni, akkor rásütik, hogy nem veszi komolyan a Tórát.
Jézus azonban azt válaszolja, hogy az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül van. Tehát az egész kérdést a merev büntető jognak a formalitásából áthelyezi arra a sikra, amire mi azt mondjuk, hogy az erkölcsiségnek a sikja. Nem szólva arról, hogy végül az asszony azt kérdezi tőle, hogy te se ítélsz el? És Jézus azt válaszolja neki, hogy nem, menj, de többé ne vétkezzél. Magyarán a cselekedetet erkölcsileg helytelennek, elfogadhatatlannak tartja, isteni hatalommal megbocsát, de a megbocsátás feltételeként ott szerepel a bánat, vagyis az az elhatározás, hogy többé nem vétkezik. Na most, ha visszatérünk az Ószövetségnek a világába, ott azért fölmerül az a kérdés is, hogy vannak olyan helyzetek és magatartások, amelyek bűnre vezető alkalmak lehetnek. És itt ne legyünk teljesen mechanikusak, mert ha az összes ószövetségi helyeket figyelembe veszük, akkor azt látjuk, hogy például a prostitúciót is elutasítja, bár ilyen szigorúan nem bünteti azért az Ószövetség, és elutasítja azt is, hogyha eljegyzett leánnyal létesít valaki viszonyt, aki még nem felesége a szószoros értelmében senkinek. Sőt, ez utóbbi esetben minthogyha az erőszakon lenne a hangsúly. Tehát ismerjük megint csak a Leviták könyvének a 20. fejezetéből azt a részt, amely arról beszél, meg a 2. törvénykönyvből azt a leírást 22. fejezetében, amely arról szól, hogy ha városban érik őket tetten, akkor mindkettőjükre halálbüntetés vár. Ha azonban a mezőn, akkor az eljegyzett lány nem bűnös, csak a férfit kell megbüntetni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ókori kelet szokása szerint föltételezték, hogy városban segítséget kérhetett volna, de nem kért, tehát ő is egyetértett. A mezőn hiába kiabált volna segítségért, ott tehát feltételezték, hogy erőszak történt. Tehát ilyen féle helyzetekkel találkozunk az ószövetségi kontextusban. Most Jézusnak a tanítása azért, mint más területeken is, a hegyi beszédben morálisan nagy mértékben finomítja ezt a képet. Ugye a Máténál beszél arról, hogy mit kell tenni a házasságnak a védelmében. Azt mondja, hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. Tehát ez az egyik, hogy már a szemérmetlen kívánság is erkölcsileg problémát jelent. Aztán a következő, aki elbocsátja feleségét, adjon neki váló levelet, idézik az Ószövetséget. És Jézus válaszol rá, én pedig azt mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, paráznoság esetét kivéve, okot ad neki a házasságtörésre, és aki elbocsátottat vesz feleségül, házasságot tör. Tehát szélesebben értelmezi a házasságtörés fogalmát. Tudjuk, hogy ez többször előkerül az evangéliumokban és Szent Pálnál is, mert Jézusnak ebben a tekintetben a kortársakhoz képest szigorúbb a felfogása. Tehát végül is azt mondja, hogy aki elbocsátja a feleségét és mást vesz el, hiába veszi feleségül, hiába felelt meg ez az akkori zsidó jognak, az házasságot tör. Magyarán nem csak védi a házasságot, hanem a felbonthatatlanságát is tanítja. Ugyanígy, aki elbocsátott nőt vesz el, az is házasságot tör, mondja. Tehát ebből világosan látszik Jézusnak a egészen magas gondolkodásmódja erről a kérdésről. És ezt utána az egyház, mint egy nagyon súlyos és nagyon nemes örökséget vitte tovább a történelem során. Tudjuk azt, hogy már a korai időkben, mondjuk a Didachénak a korában az első század végén, második század legelején, ugyanezt magyarázzák, vagy viszik tovább. Tehát a jézusi mondás szellemében azt mondják, Didaché 3.3-ban például, ne légy kívánkozó fiam, a kívánkozás ugyanis paráznasághoz vezet. Mocskos beszédű se légy, szemeidet se forgasd, mert ezekből származik a házasságtörés.
Tehát nem csak a házasságtörést, hanem azokat a magatartásokat is erkölcsileg problémásnak tartja, amelyek oda vezethetnek. Na most mindez azért még mindig nem éri el azt a szintet, amire ma a keresztény erkölcs a hatodik parancs kapcsán reflektálni szokott. Ugyanis nem pusztán a házasság intézményének a védelméről van szó, hanem az emberi szexualitásnak a személyes jellegéről. Tehát arról, hogy ez egy egészen különleges kapcsolat, ami egy nagyfokú, egy életre szóló elköteleződést igényel, és enélkül morálisan nem indiferens, hanem bizony objektíve, problémás, objektíve, rossz ennek a valóságnak a megélése. Tehát ez a hatodik parancs teljes keresztény szemléletének a háttere. Most nyilván, amikor a világi hatóságok, mondjuk a középkorban a kérdést megközelítették, ők is elsősorban a házasságtöréssel foglalkoztak. Talán azért is, mert ott voltak a kezükben a bibliai források. Például a régi magyar jog, mondjuk Szent László király törvényei, már azt mondják, hogy aki házasságtörésen éri a feleségét, ugye, az ha nem öli meg a helyszínen, akkor bocsássa el, a felesége, ha bűnbánatot tart, akkor visszaveheti. Ha nem veszi vissza azonban, akkor ő nem nősülhet meg újra, nem vehet más feleséget. Ha viszont megölte a feleségét, akkor egyrészt Isten legyen a bírája, másrészt pedig az asszony rokonai ügyet kezdhetnek ellene. Tehát mindenképpen lehet belőle egy bírósági ügy, egy családok közötti konfliktus. Úgyhogy ilyen értelemben kezeli ezt a témát. De később is a magyar jogban, egészen a barokkorig, a 18. századig, mondjuk Huszti Istvánnak a nagy magyar jogi kézikönyvéig, az szerepel, hogy hát igen, hát a házasságtörés büntetése a magyar jogban tulajdonképpen a halálbüntetés, sőt, azt is pontosítják, hogy igen, a házasságtörő nő esetében a kard általi halál, házasságtörő férfi esetében ennél enyhébb büntetés, de szintén büntetendő. És akkor nagy eszmefuttatásokat fűztek hozzá, hogy a férfit miért bünteti enyhébben a régi magyar jog. Tehát ilyenféle, mondjuk kemény helyzeteket is eredményezett az ószövetségi szellemiségnek a hatása egy középkori vagy egy koraújkori társadalomban. Az egy ismét további kérdés, hogy mindezekre a szigorú szankciókra mikor került sor? Azt azért elmondhatjuk, hogy általában nem került rá sor. Miért nem került rá sor? Hát azért nem, mert noha közérdeknek tekintették a házasság védelmét, de ezek a gyakorlatban magánvádas ügyek voltak. Tehát ha a másik fél nem emelt ellene vádat, akkor nem indult eljárás. A másik félnek jogában állt megbocsátani. Ha a másik fél is házasságtörő volt, akkor nem volt joga bevádolni a házastársát. Ha a másik fél már megbocsátott neki, mert miután rájött a tényre, tovább folytatta az együttélést, akkor már nem volt jogában, hogy vádat emeljen. Tehát ő sokféle olyan körülmény enyhítette ezt a dolgot, ami végül is a büntetőjogi aspektust a háttérbe szorította. Az erkölcsi kérdésben viszont azt hiszem, hogy nem a kihágás, nem a bűn gondolata kerül a középpontba, hanem az érték. Tehát az emberi szexualitásnak a személyesség világában való értékelése és megélése. És ez az, amit ma a keresztény tudat különösen is hangsúlyozni szokott. Ez az, amit az egyház mai tanítása nagyon nagy mértékben előtérbe helyez, így a II. Vatikáni zsinat is, amelyik a házastársi szerelemről részletesen szól. Az Amoris Laetitia pedig, ugye Ferenc pápának a szinódus utáni apostoli buzdítása egészen részletesen szól erről a témáról. A szexualitásnak a személyességét a mai világban hát nagyon sok minden egyszer nem veszi figyelembe. Egész iparággá vált ugye a pornográfia, aminek a fogyasztása az hát nagyon-nagyon elterjedt, és hát természetesen fölteszik fiatalok is a kérdést, hogy tulajdonképpen akkor ez miért is ütközik a hatodik parancsolatba, vagy nyilván a másik dolog ugye a házasságig megőrzött
tisztaság kérdése, hogy ezek tulajdonképpen az, hogy az egyháznak ugye mi az alapüzenete, az világos, de hát ilyen főleg fiatalok sokszor kérdezik meg azt, hogy de hát miért, vagy tényleg ez van-e benne a hatodik parancsolatban? Igen, hát a pornográfia esetében egész világos a dolog, hiszen maga Jézus, aki bűnös vágyalasszonyra néz. Tehát a szemérmetlen nézés is, vagy a vágynak a fölkeltése is, mint súlyosabb bűnökre vezető alkalom, önmagában sem indiferens. Tehát ugyanezt mondja a Didakénak az előbb felolvasott részlete is, úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel a pornográfiának a mai kérdésére csak azt válaszolhatjuk, hogy a képalkotó technika fejlődött, de a morális probléma, a morális helyzetnek a szerkezete az ugyanaz, mint régen. Na, a prostitúciónál szintén elmondhatjuk azt, hogy a szabadság, a személyes odaadás az mindenképpen sérül, mert árucikké teszi ezt a kapcsolatot. A Ószövetség a prostitúcióval szemben megengedőbb, de azért nem teljesen. Tehát, hogyha végigolvassuk mondjuk az Ezekiel könyvét, a profétai irodalmat, azért találunk ott bőséggel olyan helyeket, amelyek ennek a veszélyeire és a negatívumaira hívják föl a figyelmet. Akár anyagilag, akár pedig erkölcsileg. Körülbelül az a szemléletmód, hogy ha az a prostituált, akivel valaki viszonyt folytat, az egyben másnak a felesége is, akkor az illető az életével is játszik. Ha pedig nem felesége, akkor legalábbis a gazdasági helyzetével az, hogy egzisztenciálisan tönkre megy, és így tovább. Most, ha Jézusnak a példabeszédeire gondolunk, a tékozó fiúra, akkor ott is azt találjuk, hogy ez az erkölcsi szétesésnek, a lecsúszásnak az útja. És utána lehet bánat, lehet bocsánat, de akkor ahhoz meg kell változni az ember életének, és akkor az atyai ház várja és visszafogadja a messzire kalandozott fiatalt. Tehát ez a jézusi tanítás, és azt hiszem, hogy ez a mai korban is teljes mértékben aktuális. Házasságra készülő fiataloknak nehéz a dolga abból a szempontból, hogy ugye általában az együttjárás, udvarlás időszaka jóval hosszabb, mint mondjuk 50-80-100 évvel ezelőtt, ahol lényegesen rövidebb ismerettség után és átlagosan jóval fiatalabban kötöttek házasságot. Nyilván a jelen körülmények között, amikor a társadalmi korlátok hát javarészt leomlanak, akkor egy keresztény vagy katolikus fiatalnak hát nehéz dolga van, főleg akkor, hogyha mondjuk nem hasonló hívő lánnyal vagy fiúval fűzi össze a szerelem, hogy hát tulajdonképpen hogy is tartsa meg a tisztaságot a házasságig, és hát ott van a köztudatban az a felfogás, hogy hát ezt már senki nem gondolja komolyan. Tulajdonképpen mivel bátorítja az Anyaszentegyház a házasságra készülő fiatalokat? Hát mindenek előtt vannak olyan mozgalmak, ifjúsági mozgalmak, amelyeknek pont az a célja, hogy közös imádsággal, közös cselekvéssel megőrizzék a tisztaságot egészen a házasságig. Tehát nem igaz, hogy ez reménytelen, nem igaz, hogy erre nincsenek jó példák. Másrészt a halogatás, ami nem csak a házasságkötést jellemzi, hanem még a pályaválasztást és nagyon sok mindent az életünkben, az itt az alapvető probléma, tehát látszólag szexuális problémáról van szó, a valóságban ennél sokkal mélyebb a dolog. Arról van szó, hogy ki az ember, mint annyiszor a mai korfelfogásnak a kérdéseiben. Tehát ha az embernek van egy örök hivatása, ha az embernek itt a Földön egy projekt az egész élete, akkor nem kell görcsölnie azon, hogy jaj, most éppen nem a legkellemesebb lesz az a helyzet, amiben a következő 3 napban fogok élni. Tehát akkor lehet áldozatot is vállalni, mert vannak olyan értékek, amelyek ezt megérik. Éppen ezért nem mindig azt keresi az ember, hogy mi a pillanatilag legkellemesebb. Mert ha mindig azt keresi valaki, akkor abba is fel lehet őrlődni. Tehát azt mondom, hogy
Nem kötök házasságot, persze, mert most még tanulok, utána dolgozom, de még nem olyan jó a munkahelyem, mint szeretném. Már van saját lakásom, de még nem olyan nagy. Van állásom, de én azért máshogy szeretnék dolgozni. Most külföldre megyek, sok pénzt keresni, de oda nem érdemes családot vinni. Majd egyszer, ha visszajövök. Tehát aki így áll hozzá az élethöz, magához, annak nem csoda, hogy közben hát nagy problémái lesznek, mert az ember biológiailag megérik viszonylag hamar, és hogyha a társadalmi érettségét ő maga kényszerítő körülmények nélkül csak azért, mert azt hiszi, hogy így a legkellemesebb, 40 éves koráig halasztja, akkor ebből sok minden következik. És nem csak a házasság, és nem csak a hatodik parancs területén, hanem például a szakmai kiteljesedésben. Tehát aki az egyetemista korát azzal tölti, hogy itt 2 év, ott 2 év, itt egy jó ösztöndíj, most megszakítjuk, ám mégis mást gondoltam, én tanulok valami mást, mert az jobban tetszik, ugye? És eltelik az egyik év a másik után, akkor nem ismerik el azt a másfél évet, amit valahol töltött, akkor új helyre iratkozik be, és a végén 30 éves korában valamilyen diplomája lesz, de már maga se tudja, hogy ezt akarta-e, vagy nem. És akkor utána megint másik, nem tudom hány év, amíg az eddigi fölkészülésével talál egy olyan helyet, amivel többé-kevésbé, inkább kevésbé megelégszik. De még akkor is azt mondja, nem akarok túlságosan belemélyedni, mert hát, ha közben van egy jobb állásajánlat, és ha megmaradnék ennél a szakmámnál, akkor ott kizsákmányolnának, mert nem keresnék annyit, mint esetleg most másutt, amit ajánlanak. Tehát gyakorlatilag egy örök feszültség, egy örök tétovázás lenne az ember élete, és ez nem a boldogság útja, de még csak nem is a legjobb teljesítmény útja, hanem a bizonytalankodásé, ami olyan, mint a pokol tornáca, szóval ez egy szenvedés, hogy valami más kellene, valami jobb kellene, ez, ami most van, ez nem az, hát persze, hogy nem az. De ha ezt nem fogadjuk el, mert azt hiszük, hogy itt a Földön van a mennyország, csak még nem értük el, hát attól nem leszünk boldogak, hogyha tudjuk azt, hogy a mennyország az oda át van, és itt a Földön pedig adatik az embernek nagyon sok minden, amit el kell ahhoz fogadni, hogy azt mondja, hogy Istenem, hálát adok az életért, hálát adok a lehetőségeimért, azokért az emberekért, akikkel összehoztál, és igyekszem megtenni azt, amit vársz tőlem. Tehát ez egy egészen más életszemlélet, egy harmonikusabb életszemlélet. És ebben akár a korai házasságnak is, nem a túl korai, de a korai idejében kötött házasságnak is megvan a helye. Tehát azt gondolom, hogy itt egy mélyebb emberi helyzetről van szó, egy olyan helyzetről, ami első pillanatra úgy tűnik, hogy de jó dolgunk van ma, hogy ezen mi tudunk itt vacillálni, bezzeg nem így volt ez a kommunizmusban, amikor azt mondták, hogy kérem, ennyi a fölvételi keretszám, ki kell tölteni a jelentkezést, és akkor ha nem vesznek fel, akkor pedig el kell menni valahova, máshova, meg valahogy mit csinálni. Vagy hogyha végzett, akkor is bizonyos szakmákban kijelölték, hogy hova menjen állásba. Tehát ebben a mai helyzetben sokan úgy érzik, ó, mennyivel boldogabbak vagyunk. És a végén kiderül, hogy hát önmagában ez sem boldogít, hanem ezzel bánni kellene tudni. De hát ahhoz egy nagyfokú önállóság és egy szuverén gondolkodás kell. Úgyhogy azt hiszem, hogy az egész emberségünket kihívja például a hatodik parancsolatnak az üzenete.